Sziasztok! A vagyok is ma szeretnék bemutatni a Nextor tól lámpáját. Egy ilyen K3RT névre hallgató 330 lumen tudó félimedi taktikai mini lámpát, ami igazából cirkonium három darab ilyen cirkónium gyöngyszerűség van a koronába ágyazva, és azzal elmények sokkal jobban ki lehet törni az üveget. Na nézzük, mi van a dobozban. Nos, ami elsőre a dobozon látható, USB-cén töltető ketté kell csavarni a lámpát. Ugye van ez a cirkónium cucca tetején. És ha jól látom, igen, 330 lumen 45 percig bírja. És 65 lumennel 2 óra, 9 lumennel 11 órán keresztül. Erre kíváncsi leszek erre a fényfokozatra, gyerekek. És a benne lévő akkumulátor 320 mA-es. És itt a led, valami Core XP. A benne lévő led, Core XP G3 led van benne, alumíniumból van a test, 37 g az egész, és maximálisan 11 órát bír 9 lumennel a legtakarékosabb módon. Ja, és elmetek tud soboszkóp módot is. Na nézzük, mi van a dobozba. doboz tartalma egy lámpa, egy USB-C, USB-A kábel, user manuál és két darab pótgumi harang, hogyha ez a rész, amit sokat csavarunk ki, mondjuk töltés közbe, akkor tudjuk cserélni. Itt talán látható a gumi rész. Jó. Nos, ő már csak egy méterig vízálló és ütésálló IP X7-es szabvány kapott, ugyebár 9 lumenen 12 méterig 11 órán keresztül tudja ellátni 65 lumenen 2 óra 30 perc és 30 lumen en 45 percig és 70 méterig lát el max-ba, ugye a kételes fokozaton meg 30 méte -e, méterre. Na! Itt lehet látni a lámpát, két és fél óra alatt fel lehet tölteni a lámpát USB-C-ről, szóval egy egész jó kis lámpa. Itt lehet a kezembe látni a Nextorch K3 RT-t, mini kis taktikai jellegű kis tollát. Na nézzük, mit tud. Nos. Ez a turbo. Hát ezzel, ezzel ellátok tényleg egy 70 méterre. Ez a gyengébbik, ez ezen bírja kb. két órán keresztül. És ez a leggyengébb, amit itt a kamera nem ad át sajnos, de... gyerekek, ezzel én egész jól látok. Értelme nem tűnik rossznak, és a, tu, ö, és a minden igaz a stroboszkóp mód. De ez, ezt nézzétek meg, szerintem nagyon jó fénye van. Egész jól lehet látni az erdőbe vele. Még egyszer. Itt van a gyengébbik fény. És egész jól lát. Ez igen. És itt van a kerítés, picit hátrább megyünk egész jól látok maga mellé a lámpával. Nos, kb. 70 méterre vagyok a kaputól. Én még látom a kaput, sajnos a kamera nem adja át. Ez a két órás fényes egész jól el lehet lenni. Vész esetén szerintem ez is egész jó. És itt lehet látni a gyengébb módot. Hát ezzel is egész jól lehet látni. Őszintén megvallom, sajnos a kamera nem adja át. De ez a 9 lumenes fény, ez egész jól működik. És már itt is vagyunk a kapunál. Nos, ez a kis tollámpa, amit így akár így is le lehet rakni, szerintem ez egy egész jó kis lámpa. Én nekem nagyon tetszik az, hogy hátul van a farok kapcsolós, tényleg van benne stoboszkó, van benne egy nagyon jó kis turbómód és megjegyzi, hogy hol állt éppen a lámpa. Szóval ez a kis 11 órás fokozat meg szerintem bőve elég. Akinek mondjuk autóba kell, vagy tegyük fel orvos, ne, akár egy orvosnak is tudom a tölthető kis tollat. Mert arra jó, hogy lássál vele, tényleg homogén, szortfénye van, lehet látni itt mögöttem is. Ez egy mini, félig, meddig eh, taktikai, de inkább EDC kis mini lámpa. Csak ajánlani tudom, ez a Nextos K3RT szerintem egy egész jó sikerült kis lámpa. Nekem tetszik. Könnyű. Bele lehet, be lehet rakni így a, zsebnek az oldalára. Ide föl lehet rakni. És így, így elő lehet venni. És igazából azonnal ott van nálunk egy lámpa. Kompakt. Nem nagyobb, mint egy toll. Köszönöm nektek, hogy elküldted. Tényleg nektek meg a megtisztelő figyelmet köszönöm, és légy szíves, lájkoljatok, iratkozzatok föl, és ha tetszett ez a lámpa, keresitek a linket a leírásba, hamarosan rövid videó is lesz róla. Sziasztok!